A kreatív ipar fejlesztésével foglalkozó Design Terminálban nagyon-nagyon sokféle program van, a többi közt 2014 óta mentor program is. Startupok számára, olyan startupok számára, amelyek az üzleti ötletükkel társadalmi problémák megoldásához akarnak hozzájárulni. Az ügyvezető igazgató Böszörményi Nagy Gergely a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Évente kétszer fut ez a program. Milyen iparágnak, hányan jelentkezhetnek, és most éppen jelentkezés történik, vagy éppen a levezénylése ennek a mentorprogramnak? Most éppen jelentkezési időszak van, február 4-ig várjuk azoknak a cégeknek a jelentkezését, akik szeretnének részt venni a programban, és talán itt érdemes tisztázni, hogy kik is ezek a cégek, mit is értünk az alatt a nagyon gyakran hallott, de ritkán érthető kifejezés alatt, hogy startup vállalkozás. Olyan vállalkozásokkal foglalkozunk, akik magyar cégek jellemzően, bár most már jelentkeznek hozzánk egyébként külföldiek is, de a nemzetközi piacot célozzák meg, globális piacot céloznak, és pontosan azért, hogy ezt elérjék, digitális megoldásokban gondolkodnak. Valamilyen termék vagy szolgáltatás tartozik a portfóliójukba, ami innovatív, tehát valamilyen iparágban innovációt, újdonságot jelent, de digitális innováció. Feltétel a nemzetközi piac megcélzása? Nem lehet magyar a probléma vagy a célközönség csak? Azt gondoljuk, hogy Magyarországon nagyon sok olyan probléma van, ami kiváló tesztkörnyezet egy technológiai vállalkozásnak, de hogyha itt beválik valami, akkor nyugodtan és bátran ki lehet menni a nemzetközi piacra. Azt mondanám, hogy a nemzetközi ambíció az igen, az alapfeltétel. Azt látjuk, tavaly volt egy érdekes kutatás egyébként, hogy a magyar cégeknek, a magyar vállalkozásoknak a 90%-a nem is gondolkodik nemzetközi piacban, és úgy látjuk, hogy az ország versenyképesebb lenne, a gazdaság erősebb lenne, egyszerűen jobb hely lenne Magyarország, akkor, hogyha minél több vállalkozást tudna exportra is termelni, tud nemzetközi piacokat meghódítani, és egyáltalán globális sikert elérni, van néhány ilyen cégünk, ezekre nagyon büszkék is vagyunk, jó lenne, minél több ilyen lenne, mi őket neveljük ki ezzel a programmal. Hogyha említette azt, hogy a startup vállalkozás, amit sokszor használunk, és sokan nem tudjuk, hogy mi az a startup vállalkozás, hogyha valamit egyenlőség jel mögé kell tenni, akkor az általában a profit vagy a piaci siker, ezt szokták. De közösségi szolgálatra hogyan lehet beállítani egy startupot? Igen, ezt az előbb nem említettem, hogy mi olyan startup vállalkozásokkal foglalkozunk, akik a nemzetközi ambíció mellett valamilyen társadalmi kihívást is az ászlójukra tűznek. Mi azt gondoljuk, hogy a 21. században nagyon komoly üzleti lehetőséget jelent, hogyha egy vállalkozás egyébként közösségi ügyekre fókuszál, és nem csak az üzleti profitban gondolkodik, hanem egyébként abban is, hogy hozzájáruljon valamilyen társadalmi kihívás megoldásához. Akkor ez a startupnak a társadalmi felelősségvállalása gyakorlatilag? Nagyon fontos, hogy ez nem egy extra tevékenység. Ez maga az üzleti modell, maga az ötlet, maga a termék. Tehát társadalmi vállalkozás startup formában? Mondok néhány példát, és akkor talán könnyebb nézőknek is érteni, hogy miről van szó. Volt egy nagyon ígéretes mentorált vállalkozásunk, például 2 évvel ezelőtt. Ők voltak az első ilyen típusú cég a programunkban. Őket úgy hívják, hogy Route4U, és ők a világ első navigációs szoftvere, ami kerekesszékesek és babakocsisok számára. Voltak vendégeink. Alakított ki egy szoftver, aki A-ból B-be akar eljutni, hagyományos navigációs programmal ugye nem feltétlen képes erre, hogyha egyébként kerekesszékes vagy babakocsit tol maga előtt. Na hát az ő fejlesztésük, ami beépül majd nagyobb navigációs rendszerekbe és azoknak a része lesz, az lehetővé teszi ezt is. Ma már számos nyugat-európai nagyváros használja az ő megoldásukat. Egy másik példa a Platio, ami egy olyan utcaburkolat, ami a napból, a föld és a levegő hőjének a különbségéből, sőt, még a gyalogosok lépteiből is energiát képes termelni, és 12 négyzetméter ebből a burkolatból egy egész háztartáson éves energiaellátását biztosítani tudja. Ezt nem értettem. Ezt hogy... én sem, várj, én csak azért hallgatok, hogy hát, ha te kérdezed meg, hogy nem értettem. Ez, de ez akkor... nagyon érdekes igen. volt, igen. Mert egész nap akkor ott fogok dobogni a házunk előtt. Abszolút. Akkor mégiscsak értették, tehát valóban erről van szó. Kiállítom a gyerekeimet, hogy dobogjatok egy kicsit, és este nézünk tévét. Meg, de ingyen meg lehetne akkor tulajdonképpen oldani egy háztartásnak a rezsiét? Ebbe az irányba megy ez a cég. Ez egy magyar vállalkozás, csak néhány szó a teljesítményükről. 8-szor hatékonyabb a termékük az amerikai konkurenciánál, és 8-szor gyorsabban készültek el a működő prototípussal. Ma már Skandináviától Közép-Ázsiáig vannak megrendeléseik. Egy Design Terminál által mentorált cégről van szó. Magyarország tele van ilyen vállalkozásokkal. És ezek a cégek nem csak üzletileg ígéretesek, hanem ahogy említettem, valamilyen komoly kihívás megoldásához hozzá tudnak járulni. Hogyha a startup piacot világméretű piacnak nézzük, akkor van valami, amiben mi hungarikumot termelünk? Ami olyan, ami nagyon jellemzően magyar, amiben erősebbek vagyunk, mint más országok startupjai? Van egy nagy nemzetközi technológiai cég, ami az elmúlt hónapokban hozta ide a
nemzetközi fejlesztési központját, az innovációs központját, igen. És megkérdeztem a vezetőjét, hogy miért pont Magyarország mellett döntöttek, és hadd kapcsolódjak az előző vendéghez. Ő azt mondta, hogy részben a magyar nyelv miatt. Mert a nyelv egy olyan gondolkodási sémát ad az embereknek, ami gyakorlatilag a logikát, a gondolkodás sebességét, a kombinatorikai képességet jelentősen befolyásolja, és a magyarok ebben a nyelv különlegessége, a semmihez nem hasonlíthatósága miatt egyébként erősek, különösen jól tudnak összerakni különböző dolgokat, összepárosítani egyébként valószínűtlen, véletlenszerű, meglepő asszociációkat. És pontosan ezért azt gondoljuk, hogy a kreativitás Magyarországon egy gazdasági motor is lehet, és bizony érdemes azokra a cégekre építenünk, akik lehet, hogy nem a legtöbb embert foglalkoztatják. De viszont nemzetközi szinten a legversenyképesebbek lehetnek. Mielőtt lejár az időnk, aki most felkapta a fejét, milyen feltételekkel és hol lehet jelentkezni? Február hányadikáig? Február 4-ig lehet. Egyrészt mindenkinek mielőtt jelentkezne, ajánlom az éves jelentésünket a tavaly évünkről azoknak a vállalkozásoknak a sorával, listájával, akik tavaly vettek részt a programban. Ezt önöknek hoztam, érdemes esetleg áttanulmányozni. És ezt nyilván meg lehet találni online is. Ez letölthető a honlapunkról, így van. Minden évben a jelentésünket nyilvánosságra hozzuk. És a honlapunkon egyúttal jelentkezni is lehet, ez egy egyszerű, de azért komoly jelentkezési procedúra. Elvisszük a jelentkezőket egy kiválasztási táborba, eltöltünk velük sok-sok időt, napot, a mentoraink is foglalkoznak velük, mert, és ez nagyon fontos, az ötleten kívül az attitűdjüket is vizsgáljuk, és a hozzáállásukat. És végül azt fog dönteni, hogy bekerülhetnek. És ha végül, akkor egy igazi startup gurut hadd kérjek meg, valamire régóta foglalkoztat a gondolat, a startupot bármilyen módon magyarítani lehet? Tehát használják ezt a kifejezést bárhogy? Sokan megpróbálták, induló innovatív vállalkozásnak is lehet nevezni, hogyha mindenképpen ragaszkodunk hozzá, de megint csak a nyelvhez visszatérve, a magyar nyelv az mindig sok-sok jövevény szót használt. A 18.-19. Században a nyelvünk fele még német eredetű volt. Én nem erőltetném azt, hogy rövid, egyébként megjegyezhető kifejezéseket feltétlenül komplikált, összetett fogalmakkal alakítsunk át. Ha mindenképpen szeretnénk, akkor lehet, de szerintem a startup most már elég ismert, használjuk, csak értsük jól. Vissza fogjuk hívni Légrádi Tamást, megígérem az előző vendégünket, és jól megbeszéljük ezt. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és sok sikert a startupoknak. A startupoknak, így van, és ennyi volt. Kezdés, felkezdés. Innovatív, ötletes, jó kezdésnek. Pintér Béla, tudod, hogy hívtam? Hogy? A Magyar Közszolgálati Televíziót a magyarosítás korában, na. Kossuth Lajos és Petőfi korában. Magyar Nemzeti Élőkép Vibránc. Nagyon-nagyon jó. Nagyon jó. Tetszik. No, ennyi volt ma reggel a Start és a Start Plus. Holnap reggel is velünk találkozhatnak. Legyen gyönyörűen szép a napjuk. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra. Viszont.